Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Idén is, bár vírushelyzet van, de mi nem tágítunk, természetesen lesz adóegyetem, úgyhogy ettől nem menekülnek meg, kicsit máshogy, de ugyanolyan kiváló tartalommal. ÁFA előadás is lesz, hiszen az ÁFA, azt tudjuk, hogy mindig slágertéma, de most különösen, persze most gondolhatnak arra, hogy minden évben ezt mondom, hogy most különösen, de most tényleg különösen, hiszen van két terület, ami, ahogy szoktuk mondani, mindent visz jövőre az ÁFA-ban. Ugye egyik az elkereskedelem, itt a távolsági értékesítésről kell egyrészt beszélnünk, amikor más tagállambeli magánszemélyeknek nyújtunk, ez a webáruházas értékesítés keretében értékesítünk terméket, aminek én is nagy rajongója vagyok sajnos. Tehát ez ugye az egyik téma, amikor teljesen átalakul a jelenlegi rendszer, egy ablakossá válik, bevezetik emellett a magánszemélyeknek nyújtott elektronikus távolról nyújtható szolgáltatásoknál szintén az egyablakos rendszert, amikor megsporolom a bejelentkezést, nem kell minden tagállami számlabefogadó magánszemélynél bejelentkezni, hanem elegendő lesz a letelepedettségem tagállamában bejelentkezni. De hát ennek még nagyon sok ága boga van, úgyhogy ez lesz ugye az egyik nagy témánk. A másik nagy téma, ami fájdalmas, viszont jól jöhet még az automatizálás szempontjából, hogy a jövőre teljesen általánossá válik 2021-től a belföldi valós idejű elektronikus adatszolgáltatás. Úgyhogy erről is fogunk beszélni. Emellett még vannak kisebb témák, például a behajthatatlan követelésre vonatkozó ÁFA adóalapcsökkentési lehetőség átszabályozásra került, ez szép mondat volt. Tehát átszabályozza a jogalkotó 2021-től a behajthatatlan követelés miatti ÁFA visszaigénylést, hiszen már lehetőség lesz magánszemélyeknél is bizonyos feltételek mellett visszakérni az ÁFát. Ezen kívül egy új különleges eljárásos adó visszatérítési rendszert is bevezetnek, illetve a számlázási szabályokban is lesz változás. És még más egyéb, ne felejtsük el a adómérték csökkenéseket, a régóta várt lakóingatlan áfájának csökkenését, ami most még csak terv, de akkorra már valószínűleg valóság lesz. A többit majd közvetlenül szóban. Várom Önöket a következő adóegyetemen. Vigyázzanak addig is magukra. Viszontlátásra!